Virág vagy mécses, de elég sok sírom van. Még járnak ide. A temetőnek azok a részei, ahol már a parcellákat kezdi benőni az erdő, azok ilyenek. Járnak ide elég szépen azért még a sírokhoz. De aztán egy idő után majd ilyenek lesznek. Nagyon régi parcella. Már teljesen benőtte az erdő, a gaz. Hát ezeket a sírokat már senki nem jár. Ez lesz a többi parcellának is a sorsa. Előbb-utóbb vagy kihal mindenki a leszármazottak közül, és már senki nem jár ki ezekhez a sírokhoz. Vagy lehet, hogy élnek leszármazottak, csak éppen nem is tudnak arról, hogy vannak itt őseik. Tele van sírkővel. Nem nagyon lehet látni, mert a moha benőtte őket, vagy a borostyán, vagy a dajnövényzet. De ez is egy parcella. Ezen az úton már nem nagyon jár senki. Rengeteg ilyen hely van a temetőben. Egykori, illetve nem egykori, most is még parcellák a temetőhöz tartoznak. Csak már senki nem jár ezekhez a sírokhoz. Csináltam egy videót az új köztemető elhagyatott sírjairól. Ha valakit érdekel ez a dolog, ott részletesebben meg tudja nézni. Most ebben a videóban nem szeretnék ezzel foglalkozni. Elég sok érdekes sír van. Na, ez már elszomorít. Egyébként a 301-es parcella, ahol az 56-os hősök vannak, és Nagy Imre sírja, teljesen a temető végében van. Ilyen úton kell végig menni. Olyan parcellák között, ahol már ilyen, hát ezek már halott temető. Itt vannak bent a sírkövek. Ezek már ilyen halott temető részek. És ennyire hátul van a 301-es parcella, úgyhogy ha valaki jön az autóval, csoportokat szoktak kihozni buszokkal, van, majd megmutatom, van még buszvégállomás is. De ha valaki gyalog jön, hát akkor ezen az úton kell végigjönnie. Ami egy kellemes kis séta is lehet akár. Aki szeret gyönyörködni a halott temető részekben, a régi elhagyatott sírokba. Ezt még azért megmutatom ebbe a videóba. Amit erről már csináltam egy külön kis rövid videót, de azért megmutatom most is. A temető szélen van egy rész. Mindjárt mutatom. Hát van a temető szélen egy ilyen rész. Ami a térképen nincs feltüntetve. A szemétlerakó, az fel van tüntetve a térképen, ami valóban szemétlerakó itt a temető végében. De ez nincs rajta. Ez tulajdonképpen egy sírkő szemétlerakó. Ha úgy tetszik. Egy sírkő temető. Na hát ez a látvány engem nagyon elszomorít.
ezekhez a sírokhoz már tényleg senki nem járt ki. Elnézést, hogy néha itt belefújok a videóba, vagy szuszogok, de mindig, amikor videózok, akkor találnak meg a bogarak. Úgyhogy van egy ilyen része is a temetőnek. Azért érdekes, hogy amikor a Fiumei úti sírkertben járunk,